Most! Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks FM-en, a BIP Közép-Dunamenti Térség Fejlesztési Non-Profit Kft. Jóvoltából. Adásban! A házigazda Somogyi Solymos Eszter. Szép napot kívánok mindenkinek, vasárnap délelőtt 9 óra után. Én Somogyi Solymos Eszter vagyok, és a mai napon az edukáció és az atomenergetika lesz fókuszban, hiszen stúdiónkban köszönthetem Enyedi Bernadettet, az Atomenergetikai Múzeum vezetőjét. Köszöntelek! Jó reggelt kívánok! És ugyancsak vendégem Krizsán Árpád, múzeumpedagógus. Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak! Szerintem ez nagyon-nagyon nagy téma, ez az edukáció és atomenergetika, úgyhogy biztos nem tudunk mindent megbeszélni. De valóban foglalkoztatja a mai fiatalokat az atomenergetika, és hogy hogyan is tudják ezt megközelíteni, úgyhogy meg is értsék? Én úgy gondolom, hogy itt rögtön az elején egy kicsit váltsunk kevésbé szigorúbb nyelvezetre, mert az edukáció, mi legalábbis úgy tapasztaljuk, hogy bár ezzel foglalkozunk, de nagyon komolyan hangzik ez a diákok számára is, illetve azt lehet mondani, hogy a szakmai közönség számára is egy kicsit riasztó dolog az, hogy edukáció, edukálni akarnak engem, akkor valami olyan dolgot próbálnak rámerültetni, amit én nem is akarok, tehát ezt mi igyekszünk a hétköznapokban is kerülni, tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy az élményközpontúság, meg a könnyen befogadható, közérthető tudásanyag az, de még a tudásanyagot is kicsit finomabban fogalmaznám, hogy olyan ismeret, amit majdnem, hogy játszva lehet megtanulni, ez a célkitűzésünk, tehát hogy a munkánk során ezt próbáljuk az atomenergetikával, a természettudományokkal kapcsolatban, azokkal a témákkal kapcsolatban is, amik az atomerőmű működéséhez bármilyen módon is kapcsolódhatnak, tehát ezeket így próbáljuk átadni a hozzánk érkező látogatóknak, egészen kiskortól egészen időskorig. Árpád, te hogy látod a fizikát? El lehet adni? Jól megmarketingelve? El lehet adni, ugyanis én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy igény van rá, tehát a gyerekek szeretik, kíváncsiak egyébként egy csomó mindenre, hát én megpróbálok mindig azzal készülni, hogy valami meglepőt mutassak, és amit én nagy örömmel látok, az tulajdonképpen az, hogy nagyon nyitottak arra, hogy valami újat lássanak, újat tanuljanak, és ami nagyon pozitív az egészben, az, hogy van igényük arra, hogy egy pontos magyarázatot is halljanak hozzá, ne csak egy ilyen kis bohózkodást legyen az egész, mert ne cirkusz legyen az egész. Hát akkor azt hiszem, kedves hallgatók, hogy érdekes téma elé nézzünk, hamarosan belevágunk. Adásban. Ez a Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között. Adásban. Vendégem az Atomenergetikai Múzeum egy szelete, hiszen itt van Enyedi Bernadett és Krizsán Árpád a múzeumtól. Pontosan mekkora létszámmal dolgoztok a múzeum területén? A múzeum területén 8 fővel dolgozunk, de ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak fotós kollégáink, akik az atomerőmű teljes egészé számára fotóznak, tehát a cég fotósai, illetve van olyan kollégánk, aki nyugdíjasként, vállalkozóként dolgozik nálunk, van 6 órás munkarendben dolgozunk, tehát a 8 főt ezt így kell elképzelni, de ezzel a létszámmal igyekszünk minél tartalmasabban megoldani azokat a feladatokat, amik ránk várnak. Talán akkor kezdjük is ott, hogy élményközpontúságról beszéltél, de egy olyan világban, amikor éppen valami változást tapasztalunk, és most tényleg minden változik, és mindenhol hatalmas ugrást kell, hogy elérjenek akár a cégek, a múzeumok. Mert volt az a korábbi időszak, amikor mindenki úgy látta a múzeumokat, hogy bemész, körbemész, aha, és akkor kijön, mert úgy ennyi volt. Nem volt ez egy hatalmas nagy feladat, hogy megálmodjátok, hogy hogyan lehet mindezt érdekessé tenni? De igen, úgy gondolom, hogy ez a múzeumok számára is egy óriási kihívás volt az elmúlt évtizedben, meg igazából a mai napig is az, hiszen sokunkban, vagy legalábbis szerintem, hogyha a diákok is úgy magukban néznek, akkor él egy olyan kép, hogy igen, múzeumba kell menni, és akkor valóban ez az üvegvitrinek mögé kell nézni, és hogy az egész olyan unalmas, és hogy egy kicsit ilyen nem szeretem program volt. De én úgy gondolom, hogy sikerült elmozdulni abba az irányba, hogy összességében, és nem csak nálunk, hogy van egy ilyen tendencia, amivel igenis érdekes tartalmakat a mai eszközökkel megmutatva, modern módon, és abba az irányba indulva, hogy mi az, ami érdekli a látogatót, és nem feltétlenül azokat a dolgokat kell mutatni, amikről mi gondoljuk, hogy érdekes, hanem igenis figyelni kell, hogy mik az igények, és mire van
kereslet. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon jól megtaláltuk ezt az elmúlt időszakban ezt a vonalat, tehát azzal, hogy tudtunk nyitni a virtuális valóság irányába, kiterjesztett valóság alkalmazásaink vannak, azzal, hogy a fizika show-kat, amiket Árpi is említett, ha show-t mondunk, az is igaz, ha fizika órát mondunk, az is igaz, hogy a természettudományos bemutató programot az is, tehát hogy ezeket a tematikus programjainkat mindenkinek meg tudjuk mutatni nagyon, tehát tényleg élményközpontú módon, úgyhogy azzal, hogy ő személyesen részt vesz ezen a programon, és így tapasztalja meg, hogy szinte a bőrén érzi ennek az egésznek a lényegét, ezek nagyon jól tudnak működni. Tehát én úgy gondolom, hogy mi ki tudtunk törni szerencsére ebből az unalmas múzeum képből, tehát azzal, hogy igaz, hogy van két vitrinsorunk, ahol akár az idősebb korosztálynak lehet, hogy az is elegendő, hogy végig sétál a vitrinek előtt és megnézi a tárgyi anyagot, de ezentúl számos dolgot tudunk mutatni, ami ezeken túlmutat. Sőt, annyira jól sikerült megugrani ezt a feladatot, hogy hatalmas sikerek voltak az elmúlt időszakban is, de erről majd talán később visszatérünk és beszámolunk róla. Mindahhoz, hogy ezt létrehozzátok, és ne csak a vitrint lehessen látni, azért kellenek azok az alkalmazottak, dolgozók, kollégák, akik mindezt érdekessé tudják tenni. Árpád, neked a fő szempont az ugye a fizika, amire építve meg kell álmodnod, hogy hogyan lehet eladni az ismeretet. Hogyan fogtál ehhez a munkához? Hogyan állsz ahhoz, mikor egy fizikai törvényszerűséget be kell mutatni, hogy az érdekes legyen valóban? Megpróbálok tényszerűen, hiszen már szóba került pont az elején, hogy változás, hát minden változik a világban, és mindig azt próbálom én kiemelni, hogy ha valami változik, az biztos, hogy más változásokkal jár együtt. És ez fizikai értelemben mindenhol így működik. Innentől kezdve iszonyatosan egyszerű dolgom van, hiszen hogyha valaki az energiát szeretné megtapasztalni, akkor azt lehet hőformájában, mozgásformájában bemutatni, és ezek már tudnak érdekesek lenni. Szerencsém van, mert folyékony nitrogénnel tudok időnként kísérletezni, és egy rakétát, ha ellövünk, az azért mindenkinek tetszik, bármennyire is egyszerű maga a folyamat. És mit tapasztalsz, hogy az energia megmaradás elvét mennyire dolgozzák föl, mondjuk egy kísérlet végére? Tehát, hogy például, hogyha ők nekik utólag a társaikról be kell számolni arról, hogy mit tapasztaltak, vagy ez miért így történt, megtanulják az alapvető ismereteket? Hát nem hiszem, hogy megtanulják, de az, hogy az iskolában tanultakat tudják majd az itt látottakhoz kötni, vagy a nálunk látottakhoz kötni, az már mindenféleképpen azt gondolom, hogy eredmény. Ráadásul sokszor megkapom azt, hogy hát ezt a kísérletet már ismerem, és akkor ilyenkor mindig jön az, hogy oké, de ha én már ezt így beterveztem, akkor azért csak meg fogom mutatni, mert lehet, hogy 10 ismerik, de a másik 10 nem ismeri, akkor valahogy ezt úgy próbálom mindig megmutatni, hogy mindig legyen benne valami olyan magyarázat, vagy olyan többlet, amit esetleg nem hallottak. És hát erre meg az a véleményem, hogyha valaki egy kísérletet 5-ször lát 5-féle magyarázattal, abban akkor valószínűleg többet tanul, mint hogyha csak egyszer látja valahogy. Nagyon fontos, amit Árpád említett, hogy ugye azért tanulni kell, és a fizika órán ott kell lenni, mert ez egy kiegészítő lehetőség mindahhoz, hogy megértsék a diákok. Ha jól tudom, akkor ti foglalkoztok is azzal, hogy a csoportokat fogadjátok, és mindebben segítetek nekik. Mi a tapasztalat, hogy az iskolákból mekkora kedvel érkeznek a diákok? Mert amikor valami kötelező, akkor egy kicsit mondjuk olyan lecsüggett arccal érkeznek, de hogyan távoznak? Én azt gondolom, hogy ez változó. Az is, hogy milyen kedvel jönnek, mert természetesen, hogyha kötelező iskolai programként és lehet, hogy már végigjárva az üzemi területet, meg a teljes napi programot, akkor lehet, hogy kicsit fáradtan érkeznek hozzánk, de pont ezzel, amit Árpi is mondott, hogy tehát azzal, hogy kizökkentjük őket abból a megszokott világból, amiben egyrészt ugye az iskolában benne vannak, másrészt meg ami egy ilyen hagyományos programnak a sajátja, azzal én úgy gondolom, hogy sokkal többet tudunk nyújtani. Tehát én nem találkoztam az utóbbi hónapokban olyan csoporttal, aki rossz kedvűen távozott volna, vagy elégedetlenül, ezt a vendégkönyv bejegyzései is tanúsítják. Tehát én azt gondolom, hogy ez jól működik. De a tanulásra visszatérve, hogy azért azt is tudni kell, hogy mi is nagyon sokat tanulunk, és ezt fontosnak is tartjuk elmondani, hogy akár a kísérletek kapcsán is, amiket Árpi végez, azért olyan mentoraink vannak, mint Hetlen Károly, vagy Tóth Pál, meg kapcsolatban vagyunk azokkal a tudományos intézményekkel, bemutatóközpontokkal, amik az ország több pontján is találhatók, tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a mi munkánk az ilyen szempontból is minősített legyen, tehát hogy az, amit végzünk, az megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amiket a szakma a legkiválóbbjai végeznek ma Magyarországon, és azt lehet mondani, hogy ezzel el is jutottunk arra a pontra, hogy baráti kapcsolatok tudtak kialakulni, tehát hogy ez a
mentor-tanítvány kapcsolat, ez átalakult egy nagyon jó munkakapcsolattá ezekkel a személyekkel, illetve intézményekkel. Hamarosan visszatérünk, és megtudhatjuk, hogy kik is érkeznek a múzeumba. A Paks FM-en vasárnap délelőtt vendégeinkkel vagyunk adásban. Az atomenergetika részben, hiszen az Atomenergetikai Múzeumtól érkeztek vendégeim, Enyedi Bernadett és Krizsán Árpád, és ott hagytuk abba, hogy milyen szaktekintélyek segítik a ti munkátokat. De számomra nagyon fontos kérdés az, hogyha egy atomenergetikai múzeum az atomerőmű mellett üzemel, kik is azok, akik pontosan hozzátok érkeznek? Mert megmondom az őszintét, amikor én gyerek voltam, akkor nem volt ekkora lehetőség, hogy akkor valóban megértse az ember, hogy anya-apa hol dolgozik, vagy esetleg a nagypapa, vagy pedig a nagynéni. Itt viszont adott a lehetőség, hogy most már tényleg a gyermekek számára is élvezhető módon tudják ezt megismerni. Mi a jellemző, hogy innen helyből érkeznek, vagy azért valóban akár az ország keleti pontjáról is, vagy külföldről is érkeznek? Teljesen vegyesen, így ahogy mondtad, tehát igazából most talán az idei nyár volt a legjellemzőbb példa erre, hogy Hollandiától, Németországon át Dániáig mindenhonnan voltak csoportjaink, illetve nemzetközi látogatók. Tehát ez a része is igaz a történetnek, amiben ugye vagy szakmai csoportok, vagy akár itt Magyarországon kiránduló, vagy turistaként itt tartózkodó csoportok jönnek. A helyből nagyjából megvan az a kör, akiket minden rendezvényünkön viszont látunk, tehát az inkább az a rendezvényekre vonatkozik, hogy tudjuk, hogy kik azok, akik nagyon szeretnek hozzánk ellátogatni. Az, hogy az iskolai csoportok az ország minden pontjáról jönnek, azt gondolom, hogy ez is az üzemlátogatásokhoz is kapcsolódóan, tehát ez is nagyon jellemző dolog. Amit az utóbbi időben tapasztalunk, az pedig az, hogy most már megvannak konkrétan azok a jelentkezők is, akik kifejezetten a múzeum iránt érdeklődnek, tehát hogy a múzeumba a tervezett látogatásukat szeretnék minél előbb pontosítani, egyeztetni, fizika órát kérnek a tárlatvezetés mellé. Tehát egyre több ilyen csoportunk van, akik nem csak az üzemlátogatások kapcsán jelennek meg. Amiről pedig már beszéltünk több alkalommal is, hogy azzal, hogy megvannak a tematikus programjaink, ugye egészen kiskortól, az idősebb korig akár, meg a családi rendezvények, meg azok az országos programsorozatok, tehát hogy ez annyira egymásra tud épülni, meg a hétköznapi iskolai csoportokat ki tudja egészíteni, ez az ilyen típusú program, ami meg egy kicsit a hétvégékre, vagy a hétvége felére irányul, tehát nagyon, nagyon vegyes az a közönség, aki hozzánk látogat, és most már ott tartunk, de nem akartam spoilerezni, hogy most a tavalyi látogatói létszámunkat már most meghaladtuk, tehát 20 000 fölött lesz az idei látogatói létszám, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó eredmény. És való igaz, ahogy említetted, hogy országos rendezvények, hiszen ne felejtsük el, hogy ti nem csak itt a helyszínen tudjátok hirdetni, hogy mi is az az atomenergetika, hanem gyakran kitelepültök. Miért tartod ezt fontosnak múzeumvezetőként, hogy kilépjetek a kapun kívül, és ott is terjesztjétek az ismereteket? Azt gondolom, hogy pontosan ezek a rendezvények azok, amelyeket házon kívül tartjuk meg, úgymond, tehát vagy Budapesten, vagy az ország bármely pontján, hogyha megjelenünk, akkor úgy tudjuk eljutatni az általunk fontosnak tartott információkat a távolabbi területeken élőkhöz is, hogy gyakorlatilag észre sem veszik azt, hogy ők az atomerőmű vagy az atomenergetika kapcsán kaptak most információt, tehát nagyon érdekes attrakciókat viszünk, amivel azt gondolom, hogy azokat is meg tudjuk szólítani, akiket egyébként majdnem, hogy azt gondolom, hogy nincs is nagyon más eszköz rá, mert hogy lehet, hogy egy fizetett hirdetés őket nem fogja eltalálni, tehát egy újságcikket nem biztos, hogy elolvasnak, vagy egy PR anyagot, vagy egyszerűen nem is kapják fel a fejüket arra, hogy hol az atomenergia, vagy csak rögtön elutasítóak, ez a másik eshetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a személyes kapcsolatok, amelyek, tehát itt ezeken a rendezvényeken ki tudnak alakulni, illetve azzal, hogy mindenkinek tudunk valami érdekeset mutatni, ezek nagyon-nagyon jól működnek. Árpád, te hogyan látod, amikor kitelepültök? Mennyire van tényleg megfelelő ismerete az átlagembernek az atomerőmű működéséről, vagy az atomenergetikáról? Hú, hát ez is változatos, mint a nálunk megjelenő látogatók. Van, aki érdeklődő is azért jön oda, tehát általában nem ismerik egyébként az atomerőmű működését sem, meg eleve az egész atomerőművet nem ismerik, de érdeklődnek. Aztán vannak, akik ismerik az egésznek a működését, de nagyon kíváncsiak és szeretnének kicsit többet tudni, és hát van, akik aztán a teljes homály, tehát az a semmit
azt se tudják, hogy hány blokk van Pakson, nem is nagyon érdekli őket, de amikor kapnak egy-két érdekes információt, akkor azért felkapják a fejüket. És akkor ugye itt jön be mindig az, hogy ha esetleg valamit meg tudunk mutatni, akár egy ilyen egyszerű kis mérőműszert, hogy a sugárzás, tessék, itt van háttérsugárzás, meg hogy vannak olyan anyagok, amik körülöttünk elérhetők, sugároznak, meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni, akkor utána mindjárt máshogy állnak a dologhoz. Tehát akkor talán át tudjuk fordítani az egész hozzáállásukat egy ilyen érdeklődésbe. Nekem nagyon pozitív volt azok a gondolatok, amikor főleg idős emberektől kaptunk ilyeneket, hogy hát nem szeretem, de ezt most már így el tudom fogadni. És én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez is egy pozitív eredmény. Ha nézem a nemzetközi trendeket, akkor egyre több helyen beszélnek arról a szakemberek, hogy nagyon fontos már nem csak a felnőtteket megszólítani, hanem hogy egyre inkább foglalkozni kell azzal, hogy a gyermekek is a megfelelő szinten elsajátítsák az ismereteket, és hát erre nektek kiváló leporellótok van már. Honnan jött az ötlet? Azzal, hogy az egész ennél kicsiket is meg kell szólítani, azt már, hát most ha visszagondolok, most már több mint 4 éve kezdtük. Azt lehet mondani, hogy szinte az elejétől célkitűzés volt az, hogy az óvodáskorúakkal kezdődően már megpróbáljuk a gyerekek számára érthetővé tenni az atomerőmű működését, és ennek a legelső példája még a Leporello előtt ugye az OVIS programnak az elindítása volt, amire nagyon-nagyon sokan rácsodálkoztak egyébként, de ez a mai napig is igaz, mert talán Árpi futott bele a héten egy ilyen példába, hogy itt volt az ország egy távolabbi pontjáról volt látogató. Valóban a Veszprém mellől. Igen, és ők nagyon fellelkesültek ezen. Tehát el kellett mondani, hogy mi az, amit mi az ovisoknak el tudunk mondani erről a komoly témáról, és azután, hogy megtudták ennek az egésznek a részleteit, azután tehát tervezik is, hogy ők a saját intézményeikből is elhozzák a legkisebbeket is hozzánk, mert hogy ez nagyon jól tud működni. Tehát azzal, hogy a kicsikkel is a legáltalánosabb, legkönnyebben megérthető, de legfőbb üzenetet tartalmazó anyagot át tudjuk beszélni olyan módon, hogy akár egy kis memóriajáték keretében, akár azzal, hogy egy kézműves foglalkozás kapcsán meg kell az energiaútját meg kell alkotni, úgyhogy a kis habszivacs darabokat kell fölragasztani egy kartonpapírra, vagy azzal, hogy kincset kell keresni a múzeumban. Tehát ugye ezek mind ahhoz járulnak hozzá, hogy az egész kicsik számára is el tudjuk juttatni azokat az információkat, azt, hogy alaperőműként működik az erőmű, hogy 4 blokkja van, hogy környezetbarát, hogy mindazt, amiről még majdnem azt gondolom, hogy már egy felnőttnél is örülnünk kell annak, hogyha ezek jutnak eszébe az atomerőműről, mert szerintem mindannyian nagyon boldogok lennénk, nem csak ebben a városban, de lehet, hogy az egész országban, hogyha ezzel, hogy mindenki tisztában lenne, hogy mit is jelent egy atomerőmű működése, főleg most ezekben a napokban, amikor a klímakatasztrófáról beszélünk, vagy mindenhonnan ezt halljuk, akkor igenis kellene tudni azt, hogy az atomerőmű miért más, vagy mivel tud segíteni ezen a nagyon nehéz helyzeten. Tehát ezt már 5 éves korban el lehet kezdeni a gyerekeknek szépen a maguk szintjén mondani. Amit te kérdeztél, a Leporello pedig, hát ehhez a programhoz kapcsolódóan merült az föl, hogy próbáljunk egy kicsit játékos formában, egy nagyon szerethető kis figurával, egy ilyen rajzos kis könyvvel még közelebb kerülni ehhez a témához, és hát ez végül is ezt a testet öltötte. Ez a dolog, ebben közreműködött egy számunkra nagyon kedves grafikus, Farkas Róbert volt az, akinek egyébként, hogyha valakit érdekel, akkor utána tud nézni, hogy ő tudományos témák kapcsán írt gyerekkönyveket, és ott is egészen az űrkutatástól, a téridőn át, nem tudom, tehát nagyon sok olyan könyve van, ami pontosan ezeket a legnehezebb témákat próbálja a gyerekekhez közelebb vinni, tehát ő volt a segítségünkre ennek a Leporellónak a megalkotásánál. És szerintem te is azért kérdezted, mert találkoztál ezzel az anyaggal rendezvényünkön. Pontosan, kívülről tudja már, mit mondanád. Tehát ez a legjobb visszajelzés a számunkra, tehát igen, ezt szeretjük a legjobban hallani, hogy igen, ezt szívesen forgatják a gyerekek, hogy megértik azt, amiről szó van benne, hogy azokat a legalapvetőbb dolgokat lehet, hogy egy másfajta teszt kitöltésekor vissza fogják tudni mondani, vagy ha az iskolában ez szóba kerül, akkor fognak tudni erről a témáról beszélni. Tehát szerintem ez a legzseniálisabb része ennek az egész dolognak. Így van, tanúsíthatom, mert aztán egy rendezvényen Paks 2-es sátornál sikerült nagyon jól a teszteket kitöltenie, úgyhogy büszke voltam rá, hogy akkor a Leporellót tanulmányozta, és ennek köszönhetően azért több ismeretet szerzett erről.
De hát mondhatjuk azt, hogy az élen jártok, és sok mindenben már előre meglátjátok, hogy hova kell utat törni, de mindenről akkor egy kis zene után. Nem tudsz róla? Kíváncsi vagy? Az adásban megtudhatod. Adásban. Adásban vendégeim Enyedi Bernadett és Krizsán Árpád, akikről azt lehet tudni, hogy az Atomenergetikai Múzeumban dolgoznak, és nagyon vidám csapat. Olyannyira vidám csapat, hogy tulajdonképpen az imént is azt beszéltük, hogy már azért élen jártok sok mindenben szakmailag, olyannyira, hogy nemrég Brüsszelben vendégeskedtetek, és ezt más múzeumtól is visszahallottuk, hogy ez valami hihetetlen, ez a siker, amivel ti azért annyira nem büszkélkedtek, mert nem vagytok az a típus, de ez hatalmas siker. Minek volt ez köszönhető, és mit is csináltatok Brüsszelben? Egy kiállításra mentünk, meghívásra. Az Euratom, illetve a Foratomon keresztül kaptuk azt a meghívást, ami az Európai Kutatási és Innovációs Napok keretében zajlott. Tehát ezt a hosszú nevű konferenciát kellett egy olyan kiállítással kiegészíteni, illetve ez volt a szervezők célja, hogy közelebb vigyék a diákcsoportok, illetve a laikus érdeklődők számára azokat a nehéz témákat, amik a tudományhoz, a kutatásokhoz kötődtek. Itt volt ez a célkitűzés, hogy az Euratom standján belül 8 másik kiállítóval együtt vigyünk olyan témákat, amik hát most úttörőnek számítanak Európában is, illetve hát ami pont ezt a célt szolgálja, hogy a laikusok is megértsék, tehát hogy azok, akik akár az utcáról is bejöhetnek, családok, diákok, stb. És hát nálunk a virtuális valóság szemüveg, illetve a kiterjesztett valóság alkalmazás volt az, ami felkeltette a szervezők érdeklődését is, tehát ezzel kerestek konkrétan meg minket, hogy szeretnék, hogyha ezeket vinnénk magunkkal. Ez most lehet, hogy egy kicsit bonyolultan hangzik azok számára, akik nem tudják pontosan, hogy miről van szó, így röviden csak annyi, hogy a virtuális valóság szemüveggel azzal, hogyha az érdeklődő felveszi ezt a szemüveget, be tud tekinteni az atomerőmű olyan pontjaira is akár, ahova lehet, hogy látogatóként nem juthat be, akár amiatt, hogy mondjuk vagy a korosztály, vagy a korhatárból adódóan, mert hogy ugye 16 éven alul nem lehet például a üzemben sem látogatást tenni, vagy pedig gyakorlatilag az atomerőmű olyan pontjaira is, ahova egyszerűen nem, tehát a látogatók nem is juthatnak be. Tehát ilyen területeket tudunk megmutatni ezzel a szemüveggel, és azt tapasztaltuk, hogy ez a gyerekek számára, tehát azzal, hogy nyilvánvalóan az, ami vizuális élmény, meg ami tehát meg tud szinte elevenedni ott a szemei előtt, az nagyon-nagyon nagy hatással tud rájuk lenni, tehát ez óriási siker volt. A másik téma pedig a kiterjesztett valóság, ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy azzal, hogy mondjuk egy kétdimenziós felületre irányítunk egy okos eszközt, ami lehet a saját mobiltelefonunk is akár, vagy mi szoktunk eszközöket vinni ehhez, hogy ezt bármelyik látogató meg tudja nézni. Azzal az atomerőmű egy adott munkafolyamata, vagy a múzeum egy műtárgya olyan 3D-s modellként, vagy egy 3D-s animációként tud megjelenni, amivel tehát szinte kézzelfoghatóvá válik. Ezt egyébként szoktuk is a gyerekeknél figyelni, hogy azzal, hogy egyik kezével fogja a telefont, vagy mondjuk mi mutatjuk neki, és a másik kezével így próbálja elkapni alatt a tárgyat, vagy próbálja, tehát hogy annyira valóságosnak tűnik a számára, hogy tehát egyszerűen tehát próbálja ilyen módon is feldolgozni, hogy megpróbálja megérinteni. És hát persze ezek mellé az, hogy Istenem, hát Úristen, ez mennyire jó, tehát hogy ezeket egy ideig próbáltuk számolni is, hogy ez hányszor hangzik el ilyenkor, hogy annyira kiül rájuk ez a hihetetlen eufória, hogy hát ez milyen jó dolog, tehát ezeket az alkalmazásokat vittük, csak hogy így egyértelmű legyen, hogy mik is voltak ezek, tehát ez volt a fő attrakciónk, és ami menet közben jött visszajelzésként, az, hogy említettem az előbb, hogy 8 kiállító volt ezen a standon, ami hát úgy a tervezetek szerint úgy működött volna, hogy ilyen 2 órás időtartamokra kapott mindenki lehetőséget, hogy a saját területét, a saját cégét, tehát ebben az időtartamban tudtam megmutatni. Minket a szervezők kértek már az első nap első felében, hogyha lehet, akkor próbáljuk azt megoldani, hogy nyitástól zárásig mind a 2 napon jelen legyünk, mert hogy akkora érdeklődés volt a mi anyagainkra, hogy tehát a diákcsoportok szinte teljes nap folyamán a mi részünket özönlötték el, tehát hogy ez tanulság volt egy kicsit a szervezők számára is, amit mi mindenképpen
Ugye sikerként könyveltünk el, hogy nagyon érdekes témák voltak a más standokon is, de amivel igazán meg lehetett szólítani a fiatalabbakat is, meg azokat, akiknek ez teljesen új volt ez a téma, azok a mi dolgaink voltak. Tehát visszatérve arra, hogy igen, ez nagy siker volt, nagyon büszkék is vagyunk rá, szerények vagyunk, ezért nem beszélünk erről többet, de ha kérdeznek, akkor szívesen válaszolunk. És nagyon nagy élmény volt a csapat számára, azok számára, akik részt vettek ezen a háromnapos kis kiküldetésen, mert hogy hihetetlen tapasztalatokkal gazdagodtunk, és az a fajta megerősítés a munkánk kapcsán is, hogy igen, ezt mi érezzük a rendezvényekkor, hogy igen, ez kell, ez tudjuk mi, hogy ez szakmailag miért fontos, miért vagyunk mi ebben elhivatottak, miért fontos ez az atomenergetika, az atomerőművek számára itthon is, miért kellene ezt mindenkinek egyre inkább látni, hogy közérthető módon kell mindenkihez eljutatni azokat az információkat, amiket kell, hogy tudjanak az emberek, de az a fajta megerősítés, hogy ezt Európában is értékelik, és ez a világ más pontján is működőképes, az azért egy nagyon, nagyon jó érzés volt. És hát Árpád, ha jól tudom, te is kint voltál, hogyan élted meg a kinti sikereket? Tudod, sokszor mondják azt, hogy kiutazol külföldre, ó, hát akkor egy kicsit letudjátok ezt a dolgot, és aztán város néztek, de azért volt dolgotok ott bőven. Hát városnézés az nem nagyon volt. Pont annyit láttunk a városból, amíg a szállásra elmentünk a kiállítás helyéig. Egyébként nekem az volt a legnagyobb kihívás az egészben, hogy nem kísérletezhettem, viszont a VR szemegen a Cserenkov sugárzást meg tudtuk mutatni, és azért a középiskolások nem nagyon láttak még ilyet, igazából én is csak egyszer láttam élőben, és akkor amikor ott van egy ilyen kis film, és akkor látják, hogy hú, kéken világít a víz, és akkor ez miért, na, akkor ezt el kellett magyarázni, és tényleg úgy, hogy az ott lévő diákok sem nagyon beszéltek angolul. Hát nyilván én is csak tanultam az angolt, tehát azért nekem is vannak vele gondjaim, úgy érzem, és akkor hát azért mégis meg kellett el kellett magyarázni magát a jelenséget, nyilván a fizikai hátterét, tehát azért volt kihívás. És egyébként ugyanazt tapasztaltuk, amit itt, hogy a diákok érdeklődőek, főleg olyanok iránt, amit még nem ismernek. Szerintem ott is a fizikai jelenségek, amik így előkerültek így a bemutatott eszközeinken, ott gyakorlatilag mindent meg lehetett volna mutatni, akár élőben is, csak hát nyilván erre nem volt lehetőségünk. De azért egy ilyen kiállításon nem csak gyerekek fordulnak meg, hanem az öltönyösök is. Mit tapasztaltál, az öltönyösök milyen kedvel álltak meg? Ránéztek és mentek tovább, vagy náluk is megvolt a wow faktor? Náluk is megvolt, tehát azért ott is hallottuk egy pár szó, hogy oh my god! Tehát azért az megvolt, hogy felvették a szemüveget, és akkor ülve maradtak, és csak néz, tehát tényleg azt láttuk, hogy mindenki csak forgulódik, néz jobbra-balra, fölle. És én azt gondolom, hogy tényleg ez a Cserenkov sugárzásos, nekem az egyébként az a kedvencem, tehát azt nagyon szeretem, amikor nem, hogy lenéz, és akkor ott van ott a reaktortartály, szépen világít a víz, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon élethű, és tényleg az ember úgy oda képzeli magát a reaktorcsarnokba. De hát én, ahogy említettem is, azért gyakran találkozok veletek a rendezvényeken, nagyon vidám csapat vagytok, úgyhogy most azt találtam ki, hogy ennek a vidám csapatnak valamelyikőtök kérjen egy dalt, amit most lejátszunk csak nekik. Hát a mi kis vidám csapatunknak, csak hogy tényleg egy kicsit még vidámabbá tegyük a napjukat, a Cool at the Gang-től szeretnénk kérni a Get Down on It számot. Hallgassuk! Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. You gotta get on the groove.
want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Vendégeimmel, Enyedi Bernadettel és Krizsán Árpáddal, akivel nagyon jó hangulatba beszéltünk arról, hogy miért is fontos az atomenergetikát a múzeumon keresztül megismertetni. De én azt gondolom, hogy valóban széles ez a téma, és hát úgyse tudunk a végére érni, de engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy amikor például az iskolásokat kell megszólítani, Árpád, honnan jönnek azok a remek ötletek, amikkel végül akár egy telleredebb vetélkedőn előrükkoltok, hiszen nem úgy kell elképzelni a versenyt, hogy egy papírt toltok az asztalra, hogy töltsék ki. Mi a szempont? Hát egyrészt mindig próbálunk valami olyan témát feldobni, ilyen kezdő feladatnak, ami még nem volt, ami valamiért aktuális, tehát akár évszámhoz kötődik, valami évfordulóhoz kötődik, és hát tulajdonképpen szerintem az egész munkánkat azért láthatja az, hogy próbálunk mindig megújulni, mindig valami újat csinálni, így a versenyt is igyekszünk mindig olyan formában, illetve szokatlan formában tálalni, pont azért, hogy a diákoknak is legyen kihívás. Szerintem elmondhatom, hogy mi is szeretjük a kihívásokat, vagy teljesen mindig szeretjük, vagy nem szeretjük, mindig kitalálunk saját magunknak is egyébként új dolgokat. Tehát a lényeg az, hogy tényleg szeretnénk mi is megújulni, nem szeretnénk azért nagyon beleszürkülni itt a hétköznapokba. Akkor mondhatjuk azt, hogy azért ez egy elég kreatív munka, amit ti végeztek, nem lehet rátok sütni, hogy szürkegerekként ugyanazt csináljátok minden nap. Hát igyekszünk, de éppen ezért talán nem is fáradunk el olyan hamar, meg talán ezért tudunk vidámak lenni, úgyhogy az a brainstorming azért talán jól működik nálunk, meg szükség is van rá. Betty, te hogyan látod? Azért hatalmas nagy lépést tettetek annak érdekében, hogy valóban elismerjék a munkátokat, és azt hiszem, hogy azért ez most már nagyon jól látható, hiszen nagyon-nagyon remek visszajelzéseket kaptok. Van nálatok is C15 projekt? Tehát, hogy 15 hónaponként valami új töltetet helyeztek be?
Hát én is így látom, ahogy Árpi is mondta, hogy mindig valami újat kell ahhoz csinálni, hogy az számunkra is motiváló legyen. Szerencsére meg is kapjuk a cégünktől azt a fajta támogatást, amivel végezhetjük ezt a munkát. Mondjuk szeretnénk azt, hogyha ez az atomerőművön belül is, hogy mondjam, jobban látható lenne azok számára is, akik az atomerőműben dolgoznak, hogy az, amit mi nyújtani tudunk, az elérhető bárki számára, egészen közelről is, tehát akár az atomerőmű bármelyik üzeméből is ki lehet sétálni a múzeumba, vagy be lehet hozni a gyerekeket, tehát hogy ez nem csak az ország számos pontjáról ideérkezőknek igaz, hanem itt helybe is bárki számára elérhető program akár. Tehát erre mondjuk az erőművek éjszakája volt egy jó példa, hogy akkor jöttek be többen olyanok, akik egyébként előtte még nem jártak a múzeumba, holott, tehát minden nap a múzeum előtt mennek el szinte. Tehát igen, ezt gondoljuk, hogy kell tudni újat nyújtani, mindig valami új irányába kell menni, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezzel a kis csapattal, mert tényleg nagyon kevesen vagyunk, tehát én néha nem is értem, hogy tudunk ilyen 6-800 fős rendezvényeket majdnem, hogy így öt teljes emberrel lebonyolítani, mert hogy igen, itt ki kell találni a programot, abban nagyon kreatívnak kell lenni, mindent le kell szervezni, mindent elő kell tudni készíteni, mindenre kell tudni gondolni, úgyhogy sokszor ugye nem áll mögöttünk egy óriási nagy stáb, vagy egy rendezvényszervező cég, vagy kommunikációs ügynökség, vagy stb. Tehát, hogy azért mi nagyon sok mindent magunk végzünk. Tehát ezek működnek, és amire pedig a legbüszkébb vagyok, az, hogy azokban a témákban, mint ez például a modern eszközök, amikről az előbb már beszéltünk, hogy olyan áttörést sikerült elérnünk, amit majdnem, hogy mi így házon belül fejlesztgettünk ki. Tehát azzal, hogy nekem volt először egy ilyen kis, nagyon egyszerű virtuális valóság szemüvegem, és azt, hogy el tudtunk innen jutni odáig, hogy mi magunk forgatjuk a filmeket ezekhez a szemüvegekhez, tehát szerintem ez is zseniális dolog, meg hogy meg tudjuk mindig nyerni azokat a nagy neveket a programjaink kapcsán is, akikre mi is felnézünk, akikre mi is számítunk, tehát az, hogy egy, akár a fizika programok kapcsán, akár múzeumi vonalon is, hogy tehát mindig mögöttünk állnak azok, akik a mi munkánkat elismerik, és segíteni is próbálják az összes lehetséges módon, tehát ezek nagyon-nagyon jó dolgok, tehát ez tényleg így működik, hogy ez tud lendületet adni a következő új témához, tehát mi tényleg nem csinálunk két programot pont ugyanúgy, tehát teljesen egyformán, nem is tudom, nem is bírnánk ki, tehát hogy biztos, hogy kell mindig az a plusz dolog, ami azt az egészet előre viszi. De hogyha már ezt így megkérdezted, akkor ehhez szeretném is azt hozzáfűzni, hogy ugye arra nagyon büszkék voltunk már az elejétől, hogy például a Múzeumok Éjszakája az egy nagyon sikeres program volt itt nálunk. Talán ez volt az első olyan országos programsorozat is, amilyen éjszakája rendszerben működött. Most már azóta látjuk, hogy a Libegők Éjszakájától egészen a Színházak Éjszakáján át, Erőművek Éjszakáig minden ilyesmi program van. Pont azért is, mert most már hirtelen nagyon sok éjszaka lett, mi gondoltuk, hogy az éjszakák éjszakáját is megszervezzük, úgyhogy ebben majd légy szíves, ti is segítsetek, amennyire tudtok majd, hogy ez egy december 4-i program lesz, amire majd várjuk az érdeklődőket, tehát éjszakák éjszakája az Atomenergetikai Múzeumban. És hát ez is ebből jött, hogy tehát mindig valami kis plusz tegyünk hozzá a dolgokhoz, és egy kis geg is legyen benne, és legyen valami olyan típusú egyedisége, ami más intézményben talán nincs meg. Nagyon jó helyen kopogtattok, hiszen a Paks FM összeköt, úgyhogy mi mindenben állunk rendelkezésetekre, és örülünk, hogy nem vagytok annyira kötöttek, mint legutóbb az a jármű, amin beérkeztek például hozzátok a vendégek, hiszen akár vonattal is mentek már látogatók hozzátok, de sajnos elszaladt az idő, és műsoridőnk végéhez értünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Vendégem volt Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője. Köszönöm. Köszönöm, viszonthallásra. És Krizsán Árpád, múzeumpedagógus. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönjük a lehetőséget. Tartsatok velünk legközelebb is adásban. Az elmúlt egy órában Somodi Solymos Esztert hallottátok, pár perc múlva a 10 órási hírek következnek. További kellemes hétvégét mindenkinek, és ne felejtsétek, sakkozzunk! Adásban voltunk! Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paks FM-en. A műsor támogatója a PIP Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Adásban!